Szeretettel üdvözöllek! Sok nő érkezik hozzám azzal a panasszal, hozzám vagy a közösségbe, azzal a panasszal, hogy beszámíthatatlanok a férfiak. Hogy komolytalanok a férfiak. Meg hogy mit lehet beszámíthatatlan férfiakkal kezdeni. Ugye azt értik beszámíthatatlan alatt, hogy, hogy nem, tud, nem, tud, döntést hozni, nem tud felelősséget vállalni. A női remény értelemszerűen férfial ismerkedve az, hogy a férfi tudja, hogy mit akar, és mint ilyen felnőtt férfi kezd közeledni, ismerkedni, és mélyül aztán egy kapcsolatba tovább, és akkor ebből aztán utána döntést hoz, és mindez valami belátható időn belül megtörténik. Ugye a nehéz kapcsolatban az, hogy mindannyian a, a, a 20-as éveinkben ez volt a normális. Tehát a, a nők nagy részének, akik most újra szembesülnek ezzel a kihívással, hogy ismerkedni, kell, vagy nem kell, de minden esetre akár lehet, hogy jó lenne. 30-as, 40 es 50-es éveikben járó nők legutóbb, 20-as éveik elején ismerkedtek. És akkor ez úgy tűnik, hogy még ment a férfiaknak. Azok a férfiak, akikkel azok abban az időben ismerkedni tudtak, tudták, hogy ők mit akarnak. És és aztán utána ugrunk most 10 évet, 20 évet, mindegy 5 évet, kinél mennyit a történetek változnak. De ugyanúgy ő ezzel a reménnyel érkezik vissza erre a nagyon kemény szóval, erre a, 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 a pi, erre a piacra, az ismerkedési párkapcsolati piacra, hogy akkor most megint lesz egy férfi, aki majd tudja, mit akar, és akkor kezdünk egy, egy új fejezetet vele. Nagyon fontos lenne megérteni, hogy ez nem így van. Hogy ez nem így van. A, a férfi, aki úgy tűnik, hogy tudja, hogy mit akar, nem a jó jelölt. Sőt, a férfi, aki úgy tűnik, hogy tudja, mit akar, kifejezetten a rossz jelölt. A férfi, aki azt hiszi, hogy ő tudja, még az álmában reket. A férfi, aki azt hiszi, hogy ő tudja, még a mintái rabja. A férfi, aki azt hiszi, hogy ő tudja, még egy szerepet játszik az esetek nagy részében. Ez, ez nagyon fura, és tényleg paradoxon, de nem az a jó jelölt, aki úgy működik, amit a 40-es nők nagy része remél, hogy tudja, mit akar, hanem pont az a jó jelölt, aki... Beszámíthatatlan. Aki a saját bevallása szerint is alkalmatlan kapcsolatra. Aki tud és mer őszintén beszélni arról, hogy milyen drámák történtek vele az életébe, hogy őt hogy megviselte, mindegy. A karrierválsága, a vállása, hogy neki milyen nehéz a viszonya mondjuk a gyerekeivel, a volt feleségével, hogy ő, hogy, ő, hogy ő önismereti munkában van, vagy akár terápiát vesz most igénybe ehhez, hogy ő jobban megértse magát. Ugye sok nőnél ez egy ilyen red flag, hogy oké, okay, a nagy ívben elkerüljük azokat, akik, akik magukról mesélnek, vagy akár panaszkodnak, vagy így a lelkük mélységeibe így próbálnak magukkal lehúzni engem is. Sok, tehát, és ez pont az ellentétes reakció. Tehát ugye a férfinak ez tök nagy dolog, hogy egy férfi erre képes. Ezt, ezt próbálom ezzel mondani. Tehát a, az érett férfi az, aki meg tudja a tökéletlenségét mutatni, és az élet férfiak a tökéletlenségét meg tudja mutatni, van közel ahhoz, hogy ő egy céltudatos, erős férfi legyen, akinek pont rád van, mint társ szüksége. Ugye a férfi azt tudja aztán választani, aki nélkülözhetetlen az életébe, az lesz nélkülözhetetlen az életébe, aki segíteni tud neki az ő kihívásaiban, és ezért mutatja a kihívásait, hogy megtudja, hogy ki az, aki ezekben az ő igaz állapotában tud hozzá kapcsolódni. Ugye van ez az ábrám, a tudatlan, a tudatos és a céltudatos állapotokat vesszük végig, férfiaknál, nőknél is. A férfinek a tudatlan állapota az, amikor ő azt hiszi, hogy tudja. És aztán nagyon keményen szembesülünk legkésőbb a 30-as éveinkre azzal, hogy valójában lehet, hogy nem tudjuk, mert ilyen egészen brutális meglepetések történnek, megrázkodtatások, sokkok, válságok, minden jó szándékunk ellenére, és annak ellenére úgy tűnik, hogy egyébként helyesen csináltuk a dolgainkat, mégis válságba jutunk jellemzően legkésőbb a 30-as éveink végére, és minimum annyira, hogy elbizonytalanodunk abban, hogy a helyünkön vagyunk a munkánkban, a helyünkön vagyunk a, helyünkön vagyunk a kapcsolatunkban. Egy, egy általános elbizonytalanodás, egy ilyen boldogtalanság, nem biztos, hogy minden rendben van az, az életemben, érzés az, ami erőt vesz az emberen, és ebből indul aztán utána a befele fordulás, ebből születik a tudatos korszak. És ilyen értelemben tök fontos érteni tudatos nőként azt, hogy a helyes elvárás az nem egy olyan férfit remelni aki tudja, hogy mit akar, hanem egy olyan férfi, aki tudja, hogy nem tudja, és aki azt érzi, hogy pont veled együtt tud rájönni, hogy, hogy mi is neki itt a következő 40-50 évében a dolga. Úgyhogy ez, ez egy ilyen visszatérő nehézség, amit úgy tűnik, hogy, hogy, hogy nem tudok jól átadni, vagy nem mondtam elégszer el, vagy nem én tudom átadni, vagy nem tudom, de most újabb kísérletet ezek erre, hogy nem az a jó jelölt, aki tudja, mit akar tőled, az a jó jelölt, akiben kezd már formálódni az, hogy mit akar, a világtól, hogy mit akar az életével, hogy magából mit akar kihozni. És, és, ilyen értelemben nem az, ugye sok nőnek az élménye az, hogy a férfi csak használni akarja őt, ahelyett, hogy látná, ahelyett, hogy megbecsülné, ahelyett, hogy értékelni. De ugye, aki lát és megbecsül és értékel, ő nem, ő, tehát a férfinek akkor van ideje, és elnézést így mondom, akkor van erre energiája, hogy őt lássa és értéke és megbecsülje, amikor maga is egy ilyen megújuló, önmeghatározó és kicsit rejtőzködő üzemmódban van. És akkor ez tök pihentető egyébként addig sem magammal foglalkozni, hanem látni a nőt és emelni őt. Ugye ez a, ez a tudatos férfinek a sajátossága. De aztán utána, amikor a férfi céltudatos lesz, akkor ott, ott, ott megint talál valamit, ami fontosabb neki. Fontosabb, mint a nő, és, és olyannyira fontos, hogy ezt próbálja láttatni, és azt reméli, hogy ezt a nő is látja. Tehát nem, nem az a gond, ha a férfi azt hiszi, hogy bármit megtehet a nővel. Az a gond, hogyha a nő úgy érzi, hogy ez a férfi érdemtelenül használja. Ezt nem tudom mennyire érthető. Tehát ha egy férfi csak az önzése miatt hiszi azt, mert ő mennyire beképzelt, öntelt, stb., hogy ő bármit megtehet egy nővel, az gond. Az ugye az a tudatlan férfi. A tudatos férfi jellemzően nagyon figyel a nőre, egyenlőként, vagy akár maga előtt, maga elé emelve kezeli a nőt, és aztán utána a céltudatos férfi meg, 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 nagy erővel, mint egy ilyen mozdony, így hívná egy irányba. És megint nem a nővel foglalkozik. De hogy ez rendben van, ez jó, és nagyon nehéz. Tehát a gond nem az, hogyha a férfi azt hiszi, hogy bármit megtehet veled, a gond az az, hogyha ha nem érzed azt, hogy ő bármit megtehet veled. Tehát a gond az, az hogyha te ezen elgondolkozol, hogy ő tényleg bármit megtehet -e veled a jó az, ha a férfinek van egy iránya, ő arra így megy, és te úgy érzed, hogy neked így vele kell menni, lesz, ami lesz, és te erre rákapcsolódsz, legyen akármi, jöjjön akármi. Ugye erre a magabiztos erős nő képes, aki megélte már a saját nagyszerűségét, szoktunk erről úgy beszélni, hogy a nőnek a királylány után király nőként kell a saját erejét tapasztalni először, és aztán utána tud kapcsolódni férfihez. Sokadik kísérlet, mindegy, megpróbáltam újra ezt valahogy így átadni, tehát hogy nem, a beszámíthatatlan férfiaktól nem megijedni kell, hanem, hanem megtudni, hogy, hogy lenyűgöző-e számomra. És, és ha igen, és én szívesen kapcsolódok hozzá, akkor ez pont a legjobb, ami történhet, hogy hogy nem velem foglalkozik. Talán valami ilyesmi az üzenet. Majd neki megyek, ennek újra nem lett annyira tömör és nem lett annyira tiszta. Úgy érzem, most ez a mostani. Mindegy. Ajánlom a közösséget, ne legyen ezekkel a dilemmákkal egyedül, egyrészt és másrészt ugye férfiaknak is ajánlom, most már van férfi kör, sőt úgy tűnik, hogy lesz férfi klub, ami ilyen kötetlenebb formátum, ahol egyszerűen csak összejárunk, talán vendégeket hívunk. Másrészt nőknek meg nagyon ajánlom, van két kurzusunk, a királyi néképző szól arról, a király néképző szól erről, amiről itt most beszélek, de ezt kibontva egy 40 napos folyamatban, három nagy előadással, aminek része a nő 12 pontja, hogy, hogy hogyan lehet a születőben lévő érett férfinek mire van szüksége, hogyan kell hozzá kapcsolódni hogyan lehet hozzá kapcsolni. ez a király néképző, és a király nőképző az meg az, hogy a nő a saját erejét hogyan, hogyan tudja megtapasztalni, mert muszáj először megtapasztalni ahhoz, hogy aztán a férfivel jól tudjon működni. Tehát itt tök, tökre ajánlom ezeket a kurzusokat, most tényleg már beállt a nyár, szuper alkalom, szuper időzítés erre, hogy foglalkozzon magával az ember, és várunk mindenkit a közösségben, ne legyél egyedül, mondd el a dilemmádat, mondd el a kívásodat, az esetek nagy részében a kapcsolatok tényleg egész egyszerűen azért nem működnek, mert hibás elvárásaink vannak. És abban a pillanatban, sikerül erre átsodálkozni, hogy mi az én rendszeremben a hiba, milyennek az oka, miért van így, akkor egy, egy bátrabb, őszintébb, igazabb én születhet ebből meg, ami egy, egy jobb, magasabb rendű, erősebb, több bizonytalanságot megengedő, és, és, ezzel együtt izgalmasabb, értékesebb kapcsolódásra alkalmas a, a másik nemmel is. Úgyhogy várunk mindenkit a az Én Akadémia közösségébe, ami az utoljárok közössége. Várunk mindenkit, aki haladna a kívásaiban, és, és nem csak videókat nézne. Köszi a figyelmet, és hajrá! Jó munkát mindenkinek!